ünnepi megemlékezésünket a Klapka György Általános Iskola diákjainak ének és vers mondásával kezdjük el. Isten áld meg a Máriát, jó kedvelőségnek, Jós feléje védők át, a magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se honnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide vele régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákertek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kossuth Lajos, azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindjájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Tisztelt ünneplők, tisztelt emlékezők! A magyar ember a magyar nép és nemzet számára sok emlékezésre méltó napot jegyzett fel a kalendárium. De mindegyik közül a március 15-i nap a legszívélyesebb, a legfelemelőbb és a nemzeti büszkeségre leginkább okot adó. Mert a történelmünk veszteségeinek és gyászos napjainak a fekete szövetéből valósággal felfénylik március idusa, és ennek az ünnepnek az aranyszála. Nem csoda, hisz győzelmünket hirdeti, az erőnket, a derekasságunkat és embervoltunkat mutatja. Hogy ezen a napon, 1848. március 15-én ténylegesen mi történt, azt ma már mindenki fő vonalaiban tudja, és a legtisztábban és legőszintébben iskolás gyermekeink, amint mi magunk felnőttek is, gyermekkorunk március 15-i ünnepségeiből élünk. De tény, hogy ez volt a történelemnek az a pillanata, amikor a tavasz jelképével szólva a rügy kipattant. Láthatóvá lett,
hogy századokban nyúló szendergés elmúltával mégiscsak bizonyságot nyert a remény, nemzetünkben élet van. A saját hazánkban török, majd osztrák-német uralom alatt évszázadokon át élő nemzetünk ezen a napon mondta ki a leghangosabban, eddig volt és nincs tovább. És az is kimondatott, hogy mit kíván tenni ezután, hogy mit kíván a magyar nemzet. És ezt tudjuk és ismerjük, meg is fogalmazódott kiáltványokban, versekben, felhívásokban egyaránt. Március 15-én többnyire 10-12 fiatal emberről szólunk, akik közül a legidősebb is 34 éves volt csupán. Mégis valamennyien ellentmondás nem törő hangon mondták ki a kimondhatatlant. Kimondták azt, amit majd később a 20. század költője a sok-sok kiválóság között Babits Mihály a hazáról és a nemzetről szólóan úgy összegzett, hogy egy országot hordozol önmagaddal. Jelenti ez a különböző közösségeket, melyekben élek, melyeket hordozok magamban, melyek felé értékeimmel tartozom. Mert a hazát mindig magunkban hordozzuk. Igen, ez ilyen egyszerű, és ilyen értékes. Így volt ez akkor, 1848. március 15-én, és így van 166 éve azóta is. A természet örök rendje szerint most is tavasz van, s a ifjúságunk ma nem is olyan harsány, mint 1848-ban volt. A magyar rügy azért visszaálmodja, hajdan volt virágkorát, s a bőtermésű éveket, mert ilyenek is voltak. És az ifjúsága rövid álom, ha eszményeitől még nem fosztották meg, ha érzelmeiben őrzi a magyar nemzethez való tartozásának drága kincsét, s ha nem a szenvedélyek és nem érdekek, úgy mint önzés, pénz, karrier, siker orientáltság vezérli, akkor ma is tudja, mit kíván a magyar nemzet. Hűséget, tisztességet, becsületet, Isten és hazaszeretetet. És reméljük, hogy minden alantas érdek és megfontolás nélkül véghez viszi a legbátrabb tettet 1848-49 szabadság törekvéseinek felszínen tartását. Ebben szolgáljon útmutatásul a Szentírás egyik apostoli üzenete, mely azt mondja, úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Köszönöm a figyelmet, és ezek után hallgassuk meg a szózatot. Ünneplők a kialakult szép és ékes rend szerint most fölvonulunk a templom gyülekezeti termi részéhez, és ott Kossuth Lajos és
Petőfi Sándor emléktáblájánál ejtjük meg a koszorúzást. Tisztelt ünneplők, a 166 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékezve, Kisaszeg hagyományai szerint Kossuth Lajos és Petőfi Sándor is Kisaszegen megfordult. Ennek emlékére az Kisaszegi templom, amikor megépült az Kisaszegi csata 100 éves évfordulójára, akkor el lett helyezve ez a Kossuth és Petőfi Sándor emléktábla. Már több évtizede mindig megkoszorúzzuk az emléktáblát. Kossuth Lajos és Petőfi Sándorra emlékezve koszorút helyez el Kisaszeg város önkormányzata. Továbbá Fidesz Kisaszegi szervezetet. Kisaszegi múzeumi barátok körül. Lapka György általános iskola és ami. Tisztelt ünneplők, ünnepi együttlétünket befejezve központi ünnepénk a Szobrahegyen lesz 10 órakor, most oda megyünk föl. További kellemes ünnepet és dolgozni.